Az a helyzet, hogy én általában elég tudatosan el szoktam tervezni a szövegeimet, de aztán útközben mindig előfordul, hogy kicsi eltérek az eredeti verziótól. Ennyiben tényleg érnek kisebb, nagyobb meglepetések. Úgy érzem, hogy szükségem van egy keretre, amit aztán széttörhetek, és helyet engedhetek az improvizációnak. Igazából egy szövegen van, ahol találtam olyan részleteket utólag, amikkel magam is meglepődtem, de ezt automatikus írás technika alkalmazásával írtam, ami azt jelenti, hogy szabadon asszociáltam különböző mondattöredékeket. Ennek az volt a célja, hogy egy olyan ember belső monológiát közvetítsem, aki a gyász miatt szinte az őrület határára jut, és ilyen furcsa gondolattöredékek villannak fel az agyában. De ez az egy szövegem a mészpor mi mindenütt, ahol kifejezetten meglepődtem magam is a végeredményen.